félmaratonon nem volt szerencséjük a versenyzőknek. Szél, eső és magas páratartalom hátráltatta őket a jobb időeredmény elérésében. A kora reggel rendezett versenyen összesen 48-an indultak. A Beac atlétája, Csere Gáspár mindvégig remekül helytált. Az elején kilométereken keresztül még szorosan együtt futott az élbollyal. Később annak igen erős tempója miatt visszavett, és magányosan folytatta harcát, hogy a legjobb 10 közé kerüljön. A tervet végül megvalósította, ideje 1 óra 7 perc 33 másodperc, az európaiak között az élcsoportban végzett. Ez volt ideig a legrangosabb versenyem. Futottam már azért nagy maratonokon, félmaratonokon, de talán ez volt az a bajnokság, ahol tényleg nagy mezőny volt, nagy iram volt, és hát ezért elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Hát pokoli erősen kezdődött a történet, talán az volt a kulcs, hogy ezt hamar lereagáltad. Hát igen, gyakorlatilag az első 1 kilométer ment könnyen, onnantól fogott szinte, nem azt mondom, hogy szenvedés, de az első 10 kilométer nagyon kemény volt, mert elmentem az élbolyjal, kipróbáltam, hogy milyen ott, nem akartam nagyon lemaradni, mert azért szerettem volna az első 10 körül végezni. És végül is jó, hogy ott maradtam, csak aztán a fél távnál be kellett látnom, hogy túl erős lesz, úgyhogy ott kicsit lelassítottam, és onnantól végig egyedül futottam, és akkor így sikerült a 10. helyezést megszerezni.